Megszavazta az országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetését kezdeményező javaslatot, amelyet Gulyás Gergely miniszter terjesztett be. A jogszabályban az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg. A törvénynek ez a paragrafusa a kihirdetését követő napon lép hatályba. A veszélyhelyzet megszüntetéséről ennek megfelelően a kormány dönt, és az időpont ismerté válása után veszti hatályát a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény. Varga Judit igazságügyi miniszter május végén azt közölte, hogy várhatóan június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet. A parlament elfogadta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt is. Ez alapján az országos tisztifőorvos javaslatára a kormány egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, amely legfeljebb 6 hónapig tarthat, kivéve ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja. Meghatározták a hatósági házi karantén szabályait, és lehetőséget adtak a felmentésre az alól különös méltánylást érdemlő esetekben. Döntöttek arról is, hogy a honvédség fegyverrel működhet közre, a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos feladatokban. A katasztrófavédelmi törvénybe beleírták, hogy a kormány az állampolgárok élet, egészség, személyi, vagyon és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A pontos részleteket a ma született döntésekről megtalálja online hírportálunkon a hiros.hu-n.